is élő, aki rendeznek, hogy azt a fajta élményt, amit egyedülállva, vagy gyerekektől távol, vagy éppen családba élve, önök megélnek a mindennapjaikban, egy-egy ilyen kulturális rendezvényen, ez nyíljon ki, legyen egy lehetőség, legyen élmény, legyen a szórakozásnak is ideje, hiszen a Biblia is megírta, hogy mindennek legyen. Szeretettel köszöntöm valamennyi megjelenteket, a nyugdíjas klubok és idősek, életet az Élek Országos Szövetség, valamint a Borsod-Abai Zemplén megyei szervezet nevében. Valószínűleg tudjátok, hogy szervezetünk 22 éve alakult 119 klubbal. Azóta bizony nagy lépést tettünk előre, jelenleg 1200 klub tartozik. Az a megtiszteltetés érte a városunkat, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyugdíjas klubok megyei találkozója itt kerül megrendezésre Kisvárdán, a várban. Hát mi mindent elkövettünk azért, hogy ez a találkozó jól sikerüljön, majd elválik végén. Honnan jöttek, hányan? 23 nyugdíjas klub jött Szabolcs megyeiből, és egy pedig Sátorhajón helyről. Kedves vendégeink, földjeim és uraim, köszöntöm Önöket szeretettel. Külön köszöntöm a rendezvényeket megtisztelte körünkben Vendrópa Sekszák Miklós országgyűlési képviselő úr és a megyei közgyűlés alelnöke Kovács Sándor úr. Köszöntöm a rendezvény szervezőjét, főszervezőjét, aki lelkesen fölvállalta a rendezvény megszervezését. Hogy mennyi év van az életedben, hanem mennyi élet van az éveidben. Azért, hogy házigazda nyugdíjaskor neve is mondja, hogy adjunk életet a napoknak, az éveknek. Erre tanít a mai rendezvény, hogy életünk egyik nagyon fontos szakatát, időskort mindenki aktívan élje meg. Azt gondolom, a nyugdíjas éveket időskort felelősséggel felkészülve kell megélni, célokkal, tartalommal kell kitölteni.